Szerbusztok, gyerekek! Mese Tündér vagyok. Azért jöttem el hozzátok, hogy elmeséljek nektek egy történetet a sülisznóról és a mezei nyúlról. Hallgassátok szeretettel! Jaj, micsoda nehéz nap volt ez a mai. Megyek haza a süni mamához. Remélem valami finom vacsorával vár engem otthon. La 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 la, nagy bajuszát pöndör, répát rápcsárok, rop rop, nagyot ugrik, hop hop hop. Szia süni, mit keresel erre? Megyek haza. Remélem, süni mama valami finommal vár engem otthon. Á, nagyon fájnak a lábacskáim, annyit jöttem, mentem. Hát, ezekkel a kicsi lábaiddal, még csoda, hogy hónap reggelre hazaérkezel. Na, csak ne gúnyolódjál, a te lábaid talán jobbak, azok a kis vékony pálcika lábak? Ho-ho-ho, ezerszer jobbak az én lábaim. Olyan fürge vagyok, nézd ide, mekkorákat ugrok. Látod ezt? És olyan gyorsan tudok futni, csak úgy repülök, mint a szélvész. Na, kíváncsi lennék én arra a szélvész futásra. Szerintem biztos, hogy én le tudnálak téged előzni. Ha, azt nem hiszem. Én sokkal gyorsabb vagyok, sokkal fürgébb, mint te. Na, tudod mit, süni? Fogadjunk, hogy én sokkal hamarabb az út végére érek, mint te. Hát, jól van, fogadjunk. Jó, akkor álljunk be, és már is futhatunk. Hát most nem fogok futni, mert most nagyon már el vagyok fáradva. Várd meg a holnap reggelt, hazamegyek, bevacsorázok, és akkor jöhet a versenyfutás. Jól van, akkor menjél haza holnap reggel, korán itt találkozunk. Jól van, nyuszika, szervusz. Hoppá, és már el is mentem. Aj, ez a beképzelt nyú, mit képzel ez magáról? Hogy engem leelőzhet. Ha-ha-ha, többet észel, mint erővel. Na, majd meglátja ki legény a gáton. Szerbusz, süni papa. Szerbusz, süni mama. Megérkeztél? Jaj, nagyon elfáradtam, de képzeld el, holnap reggel versenyfutásra megyek a nyullal. Versenyfutásra a nyullal? Ne beszélj már butákat, apa. Hát, de bizony. Fogadtunk a nyullal, hogy ő engem leelőz. Én meg azt mondtam, hogy én fogom legyőzni őt. Na, hát szerintem is a nyúl fog győzni. Ha-ha-ha, de itt van ám az ész. Ott az erő, meg a gyorsaság. De mi ketten vagyunk, te ide beállsz ebbe a sorba. Én meg a másik oldalon várom a nyuszit. És amikor ide szalad, te fölbukkansz és szólsz neki, hogy itt vagyok. Én meg ott fogom majd várni. És a nyúl majd nem tudja, hogy mi történt. Haj, de vicces vagy, süni papa. Na jól van, akkor menjünk aludni, és holnap reggel indulunk versenyfutni. Jól van, rendben van. Na, fölkeltem. Jó korán van, megyek is. Süni mamát már beállítottam oda arra az oldalra. Én most itt várom a nyulat, és amikor megérkezik, indulhat a versenyfutás. Na, mikor jön már ez a nyúl? Biztos elaludt, vagy megijedt. Ha, még hogy én megijedtem, itt vagyok már, süni papa. Na gyere, kezdődhet a verseny. Elkészülni, vigyázz, rajt! Siess, én nagyon gyorsan futok ám. Én is megyek. Meglátod, ott vagyok. Na, jól lemaradt ez a sün. Ha, még hogy ő győz. Na, mit képzel ez magáról? Én leszek a győztes, akkor is majd megmutatom. Na, megérkeztem. Ha, én már itt vagyok. Hol jártál ilyen sokáig? Már itt nagyon eluntam magamat. Hát te hogy kerülsz ide? Az előbb még ott voltál a másik sor végén, és láttam, hogy lehagytalak. Ha, azt te csak úgy láttad? Nézd meg, én már itt vagyok. Na, hát ezt nem hiszem el. Fussunk még egyet. Na gyerünk, elkészülni, vigyázz, rajt! Na, most hátra nézek. Hát, ez a süni már megint lemaradt. Na, akkor most biztos én fogok győzni. Gyerünk, gyorsabban futok. Nagyon-nagyon gyorsan szaladok. Kukucs, itt vagyok.
Hát ez meg hogy lehetséges, hogy te már megint itt vagy? Pedig láttam, hogy lehagytalak. Hát akkor nagyon nem jól láttál. Vedd föl a szemüvegedet. Na, fussunk még egyet, mert én ezt ugyan el nem hiszem, hogy te engem legyőztél. Elkészülni, vigyázz! Rajt! És már futok is. Na, Süni, gyere gyorsabban, gyere, gyere! Ja, de már én is alig bírom a futást. Jaj, de most aztán biztos legyőzöm ezt a Sünit. Nem hiszem el, hogy ő a győztes. Kukucs, itt vagyok! Hát ezt már nem hiszem el. Már megint hogy kerültél ide? Hogy, hát legyőztelek. Engem, te? Hát én ezt nem hiszem el. Na, még egy utolsót fussunk, mert én ezt tényleg nem hiszem el. Hogy lehetséges az, hogy te gyorsabban futsz, mint én? Hát látod, itt vagyok. Na, akkor fussunk még egyet. Elkészülni, vigyázz, rajt! Jaj, kicsit meg kell pihennem, sajnos, mert már a lábaim nagyon elfáradtak. Hát a Sünit nem látom sehol, biztos most, aztán biztos, hogy leelőztem. Na, mi van már, nyuszikoma? Ott pihengetsz, mikor én már régóta itt várlak téged? Jaj, hát ezt nem hiszem el, hogy te már megint legyőztél engem. Na hát, ez hogy lehetséges? Hát, gondolkozzál, többet észel, mint erővel, de én vagyok a győztes. Jól van, igazad van, legyőztél. El is megyek haza. Jó, már alig mozgok, alig megy. Ez a menés is, nem hogy a futás. Na, jól van. Jól megtréfáltam a nyulat. Most hazamegyek Süni mamához, elmesélem neki. Szia, Süni mama. Szerbusz, Süni papa, jól megtréfáltuk ezt a nyulat. Ha, látnod kellett volna, milyen képet vágott, mikor itt talált engem. És amikor engem a másik oldalon. Jól megtréfáltuk a nyulat, reméljük. Nagy lecke lesz neki, hogy mi velünk aztán nem kezdhet ki. Na gyere, Süni papa, menjünk aludni. Jól van, menjünk aludni. És a Süni mama, Süni papa azóta is azon nevetgélnek, hogy a nyuszit hogy megtréfálták, a nyúl pedig azon gondolkozik, hogyan lehetséges, hogy őt a Sün a kicsi apró lábaival legyőzte. Itt a vége, fuss el véle, most pedig repülök Meseországba, Meseország királyához, hogy neki is elmeséljem ezt a vicces történetet. Itt a vége, fuss el véle.